óriás Roblox leállás után most játszok először a játékkal, és valami elképesztően király játék volt, hoztam el nektek. Császtok sajtok azért, hogy otthon felejtettem, képzétek el a webkamerámat, szóval most nem lesz madárfészkem a mai videóba, de beléptem a játékba, és egy iszonyatosan jó játékot hoztam el nektek, ahol van egy játékmester, és folyton feladatokat ad nekünk, és nekünk kell a leges legtovább túlélni. Csatlakozzatok, hiszen nagy királyság. Ja, és tényleg bocsi a fészkemé, képzeljétek oda a bal sarokba. Ebbe a toronyba kellem úgy majd gyülekeznünk az egész játék folyamán, és itt fog eldőlni fönt a sorsolás, hogy ki fog kiesni, ki fog párbajozni, és ki lesz a játékmester, aki kiadja a szabályokat. Bomba labda, hát ez nem tudom, hogy még mi lesz a lényeg, de ott pedig a karakterem, most veszem észre A bombát ö, úgy tűnik, hogy egymásnak kell mennem, valószínűleg a többiekkel, és igazándiból ki kell ejteni a többi playert, és aki utoljára marad, ő lesz, mint mondtam, az főnök. 3, 2, 1 jön a visszaszámlálás, nem tudom, hogy hol kell maradnunk, vagy mit kell csinálni, de jó, ja, hogy ó, értem, hogy jobb, egy ember átváltozik bombává, és a következőt kell ugye kiütnie, és akinek neki megy, annak ő lesz a bomba a következő körbe, és tudjátok átkiadni mindig, és az utolsó marad csak bent a játékba. Jaj, nem most ő lett a bomba, de szerintem én elbújok ide a sorokba, hát nem akar ide, egyáltalán nem akar ide jönni hozzám. Jó, de szerintem nem, nem, oké, a másik irányba megy szépen, de hát be is fog robbanni, ha nem adját senkinek. Ú, be is robbant, hát ez durva. Vajon ki lesz a következő? Jú, 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 oké, azt hogy az hogy én is lehetek a bomba a a kempelős mód az nem a leges legkirályabb, de a top 3, hogyha benne vagyunk, akkor szerintem most már tovább jutunk a következő kihívásra. És sz... Júj, te... Oké, okay. áttatta neki a bombát, nulla másodperc és, és, robban is az egész úgy nagyjából. Ezek konkrétan adogatják szépen egymásnak. Négyen maradtunk, négyen maradtunk az egészbe, és pont a túloldali a bombás oksa. Én... Azokon ide fognak jönni hozzám szerintem, de nem olyan könnyel ezt a golyót irányítani, szóval... Júj, ne, én vagyok a bomba. Hát ezt nem hiszem -e átadom gyorsan Anikának. Hello Anika, átadtam a bombát, én szépen meg a túloldalra. Remélhetőleg most ő, ő, szépen berobban. Jó, én vissza, visszatekergek a másik, ez az berobban, top 3 ban vagyunk. Nagyon király, amúgy nem is muszáj megnyerni, csak aki megnyeri, ugye, az lesz a főnök az egész játékmódba. Ne add át, Hello? én csak itt bujkálok. Robbanj, robbanj már, nem hiszem. Ezt nem hiszem el. Ja, amúgy szerintem ilyen tök random robban azt a pontát tudtam adni, és top 2 van. Top 2 az állás, ugye nem tudjuk, hogy mikor fog robbanni, szépen át a túloldalra, de az a gond, ilyen lendülettel nem bírok. Jaj, ne, át kell adnom, át kell adnom, át kell adnom neki, csak nagyon gyorsan menekül. Ó, Léci, Léci, ő, szerintem ő, ő nem tudom, hogy irányítja ilyen gyorsan, de megyek, és szerintem itt az utolsó eset, hogy átadjam. Ez az, meg. Mert... Oh, no, megnyertük az egészet, mi leszünk a főnökök sajtok, ez az három embert kell kiválasztanom 60 másodperc alatt, és képzétek el, akit nem választok ki, ő biztos, hogy nem fog kiesni, és három darab player van, aki meg fog mérkőzni egymáson, és csak én döntök, hiszen én voltam a leges, legügyesebb. Vajon ki? Ő azt mondja, hogy please ne, ő nem akar, hogy őt választok, ő, ő meg sem, ez az Anika meg se szóval őt kiválasztom szépen. Kivel játszottam a döntőbe, ezt jó lett volna megjegyezni, mondjuk legyen, ki, ő, hát őt nem tudom, legyen az ő, ő a türk gyerek szerintem, kiválasztom őt, és most mondjuk itt legyen Elvin. Ők hárman fognak megküzdeni egymással, mi meg nevetünk majd a padról. Annyira boldog, azt veszem észre, Figyelj, figyeljétek, írogat mindenfélét, amit még a Roblox is bandolja. Vizi csúszda park a következő akadályuk, ami nem tudom az, hogy miért akadály, gondolom itt le kell csúszni és kiér leghamarabb le. Hoppa, hogy egy ilyen feladatot kell végvinnék, és aki utoljára ér az egészen végig, ott ülünk, figyeljtek mi, ő fog kiesni. Na hát szurkoljunk, én -e. még el sem döntöttem, sajtok, írjátok le kommentbe, kinek fogtok szurkolni. A távolba úgy tűnik az, hogy nem olyan túlságos, ügyesen, meddig mindenki visszaszpónol. Három percük van össze az egész obit megcsinálni. Hoppa, az egyikük egy picikét elhúzott, most megy erre a kis bouncing ú, uh, akkor átvetődött az, hogy egybe a vízbe találta magát. Hát ez nagyon érdekes. Szerintem még, még közelébe sincsenek, bár igazából három percük van, csak az utolsó esők kész, szóval második helyzet is teljesen jó. Hát ezek uh, hát jó bénák. A másik player már tudta teljesíteni az egészet, és most ott van a jumpon, hát természetesen leesett, de már csak egy pár feladat kell ahhoz, hogy tudja teljesíteni. Meg kell találnom az egyes számú ilyen kaput, hát igazából fogalmas nincs, hogy merre van, ez az nem, ez a 10, itt az egyes, juhú, hát eddig nem olyan jól haladok, most az a gét egyen tudtam eddig átmenni, most meg kell találnom a kettest, a hármast, e, ú, jó, hogy ezek szinte sorba vannak, hát akkor ezt most jó elrontottam, lehet, hogy utolsó leszek, és élesek ki ebbe a játékban, nagyon nem örülnék, de az a baj, hogy az előzőben én voltam a főnök, szóval konkrétan akire szavaztam, az mind haragudni fog rám, és engem fog szerintem a következőbe kiküldeni, már az ötösnél tartunk a 12-ből ilyen kis jég, tök jó, hogy tél van, és ilyen kis jégkorcsolyás temozikájú pálya rész következik. Így a, a videóban, hogyha már beköszöntött az ősz, meg érek, meg mindjárt tél van. Elembe a 7 kell megtalálni, ami jól el, itt van, azt hittem, hogy jól elúj, de ez a kozmopetit is itt van előttem. Már csak a 8-as van, hát a 15-ig vagyunk, és 2 percünk van az egészen, szóval az oda kell figyelnünk rendesen. Ott a 9-es, jó mögötte lesz egyből a 10-es. Nagyjából mindenki itt van, még itt a vége jól behúzom, amit a eredmény. Edményeket. Jó, 11-es, 11-es, hol a 10. es Az otóta a sarokba esnek, azt hittem, hogy az lesz az 1-es. Akkor gyorsan rárabolok. Itt is, elcsúsztam, elcsúsztam, mert nem szad ilyen nagy lóerővel. Le kell ilyenkor dobni a fejemről a sajtot, azt még azon elcsúszok, az lenne a legjobb. Itt a 12-es, 10, Júj, te! 13 jön. 15-15 itt is van, már szerintem az utolsó jön, ami a 16-os lehet úgy nagyjából, de fogalmas, és itt a 16-os. Nem már, ez az Anika nyertén meg, én meg a második lettem, ő lesz a főnök. Hát én itt kiszavaztam, már nem emlékszem, akkor biztos, hogy mi is küzdünk a top 3-ért. Na most választani, csak hát szerintem nagyon itulálkodik körülöttem és szerintem engem akar választani De igazából szinte mindenkit fog, hiszen négyen vagyunk rajta kívül, szóval egy ember nem csak Hát jó, Kozmo kiválasztottam, még egy játékot Jaj, ne szerintem, jaj, ne fogalmam sincs, hogy mi ez a Rockabye Baby, az a neve ennek a feladatnak Úgy tűnik, hogy itt vagyunk egy szobában, négy darab alakzatot kell megtalálni, négy különféle alakzatot kell megtalálnunk És nekünk ugye a legesleggyorsabbnak lenni és ide kell a mi boxunkhoz hozni, és úgy tűnik, hogy ketten vagyunk, én fogalmas sincs, hogy mi a feladat, de remélem ez a Kozmopet se tudja, ő itt a játékmester, amik mik volt, mi voltunk az előző küzdelemben, hoppá, Hát ez mi volt, itt szépen kidobta őket, ez nagyszerű, de jöjjön a feladatot, három különféle alakzatot kell megtalálnom. Igazániból fogalmas és itt egy csillag, gondolom ez lesz, az, ez az egy az egyik. Ö, nem tudom, hogy oda kell vinni, vagy valami, csak simán megtalálni az egészet. Gondolom itt lesz a házba, ö, nincs itt, itt vannak, az is nagyon király, de most nem olyan hasznos számunkra. Eddig egy darab van meg, aminek nem annyira örülök azt, hogy mert itt egy kör, jó. Ne, ne, a boxomhoz kell vinni, ezt el is felejtettem. Hogy gyorsan oda a ládámhoz, megvan az egy Ugye ez a csillagom, itt van a kör, ezt is gyorsan összeszedem magamnak, és aztán mi vagyunk szerintem így most már második helyezettek vagyunk, így fejfej -fej mellett haladunk. Az a gond, ha kiesek, akkor az nagyon nem lesz oké. Okay. Jó, itt is vagyunk, itt a következő, nagyon király, már csak kétfajta alakzat kell. Ó, ezt most vettem észre itt a rendőrautó mögött, itt lesz a harmadikunk, nagyon jó, jó, ezt is ide vesz visszük, és már csak egy darab, egy, egy négyzetre vagy egy kockára van szükségem, ami a sütik alatt nincsen, itt a nagy nincsen. Öhm, Fogalmam sincsen, hogy hol lehet, hát nem hiszem el. ideleg nem tudok bemenni, erre már jártam, itt bent nincsen szórva sehol, de ugye az neki sincsen még meg, szóval lehetséges, hogy őt kéne, hogy kövessem. De ugye itt nincsen kocka. Őnál, hogy mindenkinek máshol van, azt veszem észre. Hát bevallom az őszintén, itt van, itt van, fussunk, 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 gyorsan megka megkaparintom. Nagyon remélem, hogy ő, neki még van egy. <laughs> nem, most futunk hátra. Jó, neki még van egy, akkor gyorsan itt teszem, és nyertem. Srácok, kietettük a másikat, nagyon király. Én élettem az utolsó, azzal két másodperce, és ki is dobnak minket a játékból. Hát ezt nem hiszem el. Itt valami nagy csalások voltak, én azt veszem észre. Hát igen, nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a részt. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot is, iratkoztok fel, és írjátok meg komment, hogy legyen egy folytatás, hiszen nekem nagyon-nagyon bejött ez a játék, és szerintem valami iszonyatosan király cuccok vannak, és még rengeteg játékot nem fedeztünk fel. Találkozunk a kövi legyetek jók, sziasztok!